Aztok, újra, én jelentkefek, ez egy napi vlog lesz. Megkaptam a reggeli jutalomfolatot, képzeljtek el, hogy most ilyen finom lazott szeretet kaptam, és a gazdi elkészítette ebbe az elég gáz bögrébe. A kis kávéját aztán megkevergette, és gondolom, alig várta, hogy a... Ezután pedig bementünk a fürdőbe, egy kicsit bekapcsolták nekem a hősugázót, hoppá, kifordult a filámbocsika, egy kicsit besüvitte szél, na így most már sokkal jobb. Aztán gyorsan elintéztem a reggeli pisi kakit. elég is siettem, mert nem volt jó idő, sőt, mondhatnám azt, hogy nagyon hideg volt, úgyhogy majdnem berém szorult a, ah, na jó, van, nem fog a Gazdi elmosogatott és megcsinálta a szokásos dolgait, amit a szabadnapján szokott. Ja, azt majd elfelejtettem mondani, hogy ez a szabadnapján készült flog, úgyhogy sajnos ilyenkor mindent kitakarít és cserél és én ezt végignéztem, ahogy csinálja, na jó, kicsit segítettem neki. Aztán utána bedobta a mosógépbe, és kimosott minden, szerencsére most nem az én játékaimat mosta. Utána pedig kipróbáltam a friss ágynemüt, hogy ezen is legyen egy kis szőr, és utána ráültem. Na most már nem is frissed, az ágynemű nem tartott sokáig. Aztán itt éppen az történt, hogy ide pukiztam, és egy kicsit lecsesztek, de nem direkt volt. Ezután pedig a gazdi még egy kicsit rendet rakott a konyhába, és utána megfogott engem is, mert érdekelt, hogy mit csinál, aztán meguntam, mert elég unalmas csókat csinált, és inkább elmentem. Hát, úgy döntöttem, hogy addig napozok, ameddig a gazdi dolgozik, mint az itthoni munkákon, nagyon jól besütött a nap, és az így nagyon jó volt, néztem, ahogy jön, aztán sajnos előkapta ezt a béna porszivót, aminek tanira nem örültem, mert megzavart napozásban. Utána pedig végignézte, majd megöntöző a növényeket, majd előkapta ezt a felmosót, természetesen a lábamat nem akartam elvenni, onnét, de kénytelen voltam, aztán kitakarította a fürdőt is, majd eléggé untam a sok takarítást, jobban szeretek kozba lakni, de sajnos nem engedi. Na végre eljött a napnak az egyik legjobb része, megkaptam az ebédet, ilyen finom konzervet kaptam, aminek kacsás íze volt, eléggé jó volt, ezt mind megettem, képzeljétek el. És a gazdi is el akart menni ebédelni, viszont én megirigyeltem a kocsonyáját, úgyhogy finoman jeleztem, hogy azért én ezt még megkóstolnám, aztán gondoljátok el, szerinted adott? Na hát, nem biztos. Hát igen, itt már a gazdi elkezdett sminkálni, és én segítettem neki, én mindig mondtam, hogy ez így jó lesz, de aztán olyan sokáig csinálta, hogy én majdnem elaludtam és meguntam, aztán végre valahára föladta rám a kis pócsit, mert képzeljétek el, hogy elindultunk, de még nem mondom el, hogy hova, majd meglátjátok. Én elkészültem, mert kicsit megsókolgatott a gazdi, aztán utána ő is fölkapta a púcsit, nézzétek meg neki is milyen mele. Púcsia van. Hát egy kicsit játszani akartam vele, de annak annyira nem örült. Aztán föladta rám a hámot is, és én már majdnem elkészültem. Becsatultam mindenhova, s elkezdte fővenni a cipőjét. És ahogy vette föl a cipőjét, rájött, hogy egy kicsit hülyén néz ki, hogy a pirozóknia ennyire kilóg, és úgy döntött, hogy inkább vesz fel egy másik nadrágot, hogy ne ki. Mit gondoltok, szerintetek jó lett volna az? Na mindegy, aztán főkapta a sapkáját, szerencsére rám nem adott sapkát most. Hát itt nagyon örült valaminek, aztán végre fővette a kabátját már. A hócipőm te, hogy ilyen lassan tud elkészülni, én már itt vagyok tíz perce, és még mindig csak őtözködik. Hát ezt nem hiszem el. De mindegy, lassan el is fogunk indulni, végre nyitja az ajtót. Na, én már szaladok is, kifelé lekapcsolta a lámpát. Nézzétek meg a láptörlőt, remélem láttátok. Aztán képzeljétek el, hogy egy tök menő projekten fogunk dolgozni. Ez egy izgalmas videó lesz majd, de képzeljétek el azt is, hogy olyan hideg volt, hogy a gazdi majdnem úgy döntött, hogy le van fújva az egész, és nem megyünk sehová. De aztán összeszedte magát, így is meg is indultunk. Én lepisítem itt mindent, csak hogy tudjam, hogy majd hol kell visszajönni, de ez azért itt még nekem nagyon ismerős terep volt. Aztán mentünk, mendegéltünk itt találtam egy ilyen kis nevénkét, ez egy kicsit másabb volt, mint a többi fűszálú cső, én ezt gondoltam lepisírem, mindig azokat szoktam lepisíni, egy kicsit mások. Hát a többi kutya is azt szokta, azt hogy körbenéztünk és átszaladtam az úttestel. Ilyenkor itt mindig nagyon kell szaladni, nehogy elősön az autó, ezt tanították nekem. Na és még egyelőre annyira nem izgalmas a projekt, mert még csak a barátomig megyünk, de itt is már nagyon siettem, mert már rég láttam a barátomat, és nagyon örültem neki, hogy éppen megyünk hozzá, Általában náluk mindig van valamilyen finomság, és én mindig megszoktam enni a kajáját, elupom a csontiát, aminek annyira nem szokott törülni. Aztán itt a gazdi megint eljátszotta velem ugyanazt a poént, amit mindig, hogy elengedi a pórázt, és hogy én nekem mi lesz majd a reakcióm. Na hát semmi, elmegyek addig pisénni, ne szevasz. Itt pedig azt várom, hogy végre kinyissák az ajtót, itt már nagyon örültem a barátomnak, aztán eldöntöttük, hogy egy kicsit kimegyünk futni, de még nem adták rá a kis púcsiát, nem akarta felvenni, úgyhogy ezt meg kellett várni. Mert annyira örült nekem, hogy teljesen türelmetlen lett, aztán kiszaladtunk, és itt is egy kicsit pisítem aztán képzeljétek el, hogy azért jöttünk, hogy átvegyünk egy csomagot, mert ebbe egy olyan rendelés van, amiben nekem jöttek dolgok, a gazdi rendelte nekem. Nagyon izgalmas, úgyhogy majd valamelyik videóban ki fogjuk bontani. Aztán itt dolgoztunk egy kicsit ilyen másféle projektekkel, ez majd egy ilyen sétálós videó lesz. Nagyon izgalmas helyeken sétáltam, de itt most nem fogom lelőni a poént, úgyhogy ezt majd meg tudjátok nézni egy másik videóban. A gazdinak a szabadnapja általában mindig ilyen videóforgatásukkal telik, és úgy, hogy legyen minden nap nektek egy hosszú videó, meg három-négy sót, ezért a szabadnapját ezekkel kell töltenie. És akkor is ki kellünk menni, amikor ilyen nagyon hideg van. De nagyon siettünk, hogy hamarra forgassuk a videót, és utána be tudjunk menni a meleg lakásba. Remélem jó fog sikerülni majd ez a videó, de biztos jó lesz, mivel rólam szól. Nagyon sok ilyen szinkronos videó lesz, majd vélem, Örültök neki, mert én nagyon szeretem. Aztán itt hazajöttünk, és én nagyon elfáradtam, és elgondolkoztam a mai napon, hogy milyen jó tett. Na de, ez a videó ennyi lett volna, vélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk holnap egy következő videóban. Itt én még egy kicsit nézegettem, aztán el is mentem aludni, mert teljesen elfáradtam a mai napra. Na jó éjszakát, csövi!